Köszöntöm Önöket a Nyitott Ajtók áprilisi műsorában. Piros Ildikó, Kossuth és Jászai Mari Díjas érdemes művész önálló estel érkezett Szombathelyre a Polgári Egyesület Szombathelyért szervezésében. Az előadói estnek az evangélikus közösség adott otthont. Egy ember addig él, míg őrzi az emlékezet. Piros Ildikó, Kossuth és Jászai Mari Díjas érdemes művész Szabó Magda írónőt hozta közénk Szombathelyre. Az írónő életéből mesélt töredékeket a szép számú közönségnek. A művésznő 40 éven keresztül követte az írónő munkásságát, ez idő alatt rendkívül közel kerültek egymáshoz. Szabó Magda születésének 100. évfordulójának állított méltó emléket az Abigail titkaival, erre az évfordulóra gyűjtötte össze az írónőt titkait, s fűzte egy kerek egész szép Piros Ildikó. Beültem a gyerekszobába, és 3 hónapig általam nagyon tudott Szabó Magdát, elkezdtem ollózni, kivenni, betenni, olvasni hangosan, hogy hogyan állítsam össze, és ez a dramaturgiai munka, ez óriási volt, tehát ez az én titkom, hogy miután tanítottam a Táncművészeti Főiskolán 17-18 éveseket 14 évig, ezért ott nekem dramaturgiai munkát kellett csinálni, tehát ezt megelőzni, és valakinek kellene ezt összerakni, de ez 100%-ig az enyém. Van benne egy kis százalék természetesen a fiamnak, aki operatőr, és ő vele megpróbáltuk megcsinálni, hogy a Magda hogy van jelen. És a legnagyobb dicséret az volt, amikor azt mondta a közönség, hogy Magda ma velünk volt. Most én azt érzem, hogy Magda mindig velem van, mert ha ezt csinálom, ez az én titkom, hogy csinálom ezt az előadást, akkor mindig boldogság tölt el, hogy őt mondhatom. Tehát az ő regény részleteit mondhatom, az ő életéből mondhatom. Abigail titkai címet adtam neki a sok titok szó miatt, és akkor föllapoztam a Katalin utcát, az utólag került bele, azt még akkor nem is, és egyszer csak az elején látom a Magda aláírását. Mindenütt Szabó Magda dedikált, a Szabó Magda. És akkor azt írt, hogy a Földkerekség egyetlen Zsuzsannájának hálával és szeretettel Szabó Abigail, és vettem elő az 5-ös nagyítómat, meg a másik nagyítót nézem, Abigail az aláírás, mert kerekbetűkkel írt. És ez olyan megható volt, hogy ez az ő ajándéka volt nekem, a nagy titoknoknak, hogy már mint a Szabó Magda nagy titoknak, hogy egy ilyet is küldött nekem még ajándékba, hogy én jó címet adtam neki. Felolvasásait bejátszásokkal színesítette, és több karaktert is megszemélyesített az előadás során. Szabó Magda életrajzi emlékein túl 6 regényébe is bepillantást nyerhetett a közönség, így például megelevenült az Abigail, a Katalin utca és az Ajtó című nagyregény. Március 31-én Bőjt 4. vasárnapján szuplikáció volt az evangélikus gyülekezetben. Balogné Vince Katalin, evangélikus lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. A szuplikáció egy régi evangélikus egyházi adománygyűjtés, amellyel a gyülekezetek a lelkészképzést támogatják. Bőjt 4. vasárnapján az Isten tiszteleteken szuplikáció volt a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Balogné Vince Katalin, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, Lukács evangéliumának 12. fejezete alapján hirdette Isten igéjét. Jézus maga is ismerte a félelmeket, az aggodalmat, de le tudta győzni, mert tudta, hogy a mennyei atya gondoskodik róla, és ő is, mint jó pásztor, mint jó tanár, mint jó vezető, gondoskodik a körülötte élőkről még élete árán is. Ezzel a bizalommal és ráhagyatkozással vállalta ő Bőjti útját. Ezzel a bizalommal és ráhagyatkozással tanít minket élni. Hogy keressük először a lényegeset, és ne csak a sürgetőt, hogy keressük az Isten országát, és ráadásként a többi is megadatik. A szuplikáció régi hagyomány a gyülekezetekben. A szuplikáció alkalmával teológus hallgatók érkeznek a gyülekezetekbe, bár Szombathelyen sok teológus hallgatót ismer így is, úgy is a gyülekezet, mert vannak évek óta innen hallgatók, de azért jó ez a találkozás. Érdemes megnézni, hogy fölnőnek ezek a lelkész generációk sorra egymás után. A fiatal lelkészeknek, meg lelkészjelölteknek meg talán érdekes az ország különböző szegleteiben, különböző gyülekezetekbe bepillantást nyerni. Amúgy elég régi hagyomány, a neve is mutatja, hiszen nem egy modern szó, latin, római katonaságtól jött ez az elnevezés, mert hogy a hadjárat előtti könyörgés, meg hadjárat utáni háladás imádságának a szava,
Hát imádság, ez a szó, ez most is fellelhető ugye benne, mert együtt imádkozunk a gyülekezettel, akár a jövő lelkészi elhívásaiért, azért, hogy szépen fejlődjenek, akik erre a hivatásra szállják magukat. Másrészt könyörgés, olyan értelemben is, hogy adományokért könyörgünk a teológia számára, és valójában ez egy folyamatos hagyomány, már a 17. század óta gyakorolják a protestáns egyetemek. A mi egyetemünkben adat van arról, hogy a 18. század óta megszűnés nélkül minden évben érkeznek hallgatók az ország gyülekezeteibe. Katalin is a szombathelyi gyülekezetből indult el a teológia irányába. Most már elég régen elkerültem Szombathelyről, épp számoltam, 30 éve konfirmálkodtam, és 95-ben érettségiztem, úgyhogy akkor mentem a teológiára. Mellette tanári szakot is végeztem az ELTE-n, úgyhogy ilyen tanár, iskola lelkész szerepben kezdtem a pályámat. Közben dolgoztam egyházi hivatalokban is, most pedig éppen a teológiára hívtak a valláspedagógia tanszékre. Segédmunkatársnak, mert a doktorimon már dolgozom egy ideje, remélem nem sokára be is fejezem, de a valláspedagógiai gyakorlatokat szervezem, magyar hallgatóknak is, külföldieknek is, mert ösztöndíjasaink is mindig vannak, és besegítek mindenféle előadások tartásában is. A teológus hallgatók támogatása minden gyülekezetnek fontos feladata. Szombathelynek nyilván azért fontos, mint minden más magyarországi evangélikus gyülekezetnek, hogy a lelkész utánpótlást biztosítsuk, és miközben a Hittudományi Egyetem államilag támogatott és finanszírozott, mégis nagyon fontos az az őszi szokás, hogy a gyülekezetek is kivegyék a felelősségvállalást az imádság és a adakozás terén. Szuplikálás az gyakorlatilag koldulást jelent, hisz régen a hallgatók vérében járták az országot, és összekoldulták azt a pénzt, amiből aztán a internátusokat föntartották. Nekünk pedig különösen fontos, mert egy nagy gyülekezet vagyunk, három lelkész is szolgál itt, és hát a gyülekezetünkből az elmúlt 25-30 évben többen voltak, akik a lelkészi pályára mentek, és most is örömünkre van, hogy két hallgató is van, tehát aki a gyülekezethez tartozik, és egy gyülekezeti munkatárs hallgató is. Tehát nagyon fontos, épp a szombathelyi gyülekezet életén látjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy fiatal emberek ebben a mai egyébként nem túl egyházbarát világban a lelkészi szolgálatra vállalkozzanak, és el is végezzék a teológiát, és aztán pedig felszentelje őket a püspök. Szombathelyen pedagógus és diakóniai továbbképzéseket is tartanak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói. Ez a kötelező hitoktatás bevezetése, erkölcstan hit és erkölcstan bevezetése, az egyházi iskoláknak a nagy száma egyszerűen kikényszerítette azt a helyzetet, hogy a Hittudományi Egyetem bővítse a palettát, és a hitoktatás és a hitoktató képzésben az elmúlt években nagyon jelentős eredményeket értek el, fejlesztést. Itt továbbképzést is értjük ez alatt, ez zajlik most itt Szombathelyen is, a Reményik iskola pedagógusainak. A diakónia területén pedig egy nagy egyetemek közötti pályázatban vagyunk benne, illetve annak most már a vége felé közeledünk, amiben mi is részt veszünk, már mint én személy szerint, és a diakónia, az Evangélikus Diakónia, és az a cél, hogy a szakirányú továbbképzések és a rövid ciklusú képzések mellett belátható időn belül egy diakóniai intézet alakuljon a Hittudományi Egyetemen belül, és nappali képzések is elinduljanak, amelyek kimondottan az evangélikus diakónia, tehát a szociális területre képzik majd az jó evangélikus szakembereket, diakónusokat. A Reményik iskola diákjai maradandó élményt alkottak a Magyar Költészet napjára. Április 11-én versektől volt hangos az intézmény. A legbátrabb szavalók a tanórák közötti szünetekben a kedvenc vagy éppen a nemrég tanult költeményeket mondhatták el. A felső tagozatosok egy flashmobbal is készültek, amelyből videóklip is készült. Csokonai Vitéz Mihály költeménye a Reményhez a Red Bull Pirvaker együttes feldolgozásában jelent meg 2015-ben. Ez a videoklip ihlette a Reményik iskola diákjait és segítőjüket, Németh Gyöngyi drámapedagógust, hogy rendhagyó módon emlékezzenek a Magyar Költészet napjára. A Művészeti Iskola színjátszói Sabáli Soma és Sárai László a repszöveget, Nék Berta Kiara és Szegedi Gréta vezetésével a lányok egy tánc koreográfiát tanultak az alkotáshoz. A videoklip forgatásában Ádám Dávid segítette egy hetedikes diák, Tóth Bence munkáját, aki az utómunkát is vállalta.
Földiekkel játszó, égi, tünemény, istenségnek látszó, csalfa vaklemény. Kit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bokol huntalan. Sima száddal mit kecsegtesz, miért nevetsz felé? Kétes kedved, miért csepegtesz, miért most is belém? Ha csak maradj magannak, bíztatom valál, ittem szép szavannak, mégis megcsinál. Kertem nárci sokkal, végig ültetik, csörgő patakokkal, fáim éltetik. Rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolati minden reggel, mint a fürgemék, retkedtek a friss melege, rózsaim felé. Egy ilyen esmértem örömünknek még, lilla szívét kértem, s megadázik. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásim zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom, téli búra vált, régi jó világom, méltatlanos vált. Úgycsak lillát hagytad volna csak magát nekem, most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a bukat elfelejteni, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleni. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet, wow! Érzem egy kétségbe, volt erőm, elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nekem már a rét himetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap életű. Bájolólák, trillák, tarka képzetek, kedvemények, villák, Isten véletek. A továbbiakban rövid híreket hallhatnak gyülekezetünk életéből. Reményik iskola idén is megrendezte a ma kerékpárral, holnap autóval elnevezésű közlekedési katasztrófavédelmi és elsősegély versenyét. 11 iskola vett részt a vetélkedőn, ahol 10 feladatot kellett minél kevesebb hibaponttal teljesítenie a csapatoknak. Az elméleti feladatsor után állomásról állomásra jártak a gyerekek. Ügyességi és lassúsági verseny, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi ismeretek, kerékpárfelszerelés és táblaismeret is szerepelt a feladatok között. Az első két helyen holt verseny alakult ki, így az elméleti feladatsor pontszámai alapján döntött a zsűri a dobogós helyezésekről. Végül a Brenner iskola csapata vihette haza a győztesnek járó serleget, de senki sem távozott üres kézzel, minden induló hasznos ajándékokkal, sok-sok élménnyel és megszerzett ismerettel térhetett haza. Az evangélikus gyülekezet idén két időpontban szervezi meg az élménytáborát. Júliusban és augusztusban is várják az iskoláskorú gyermekek jelentkezését. A júliusi tábor helyszíne Szombathelyen, az augusztusié Nemeskoltán lesz, ahová a kijutásban is segítenek. A táborok napközis jellegűek, 10 órait, ebédet és uzsonnát is tartalmazzák. További részleteket és jelentkezéssel kapcsolatos információkat olvashatnak az Egyházközség honlapján. Nyilvános főpróbát tartott április 15-én a Tenzing Savarié. A fiatalokból álló együttes a tavaszi koncert körútjának programját mutatta be a helyi közönségnek. A tenszingesek ezúttal Mezőberény, Szarvas és Kiskörös evangélikus intézményeiben lépnek színpadra az új produkcióval. A műsorban felcsendülnek már ismert dalok, de új dalfeldolgozások és tánckoreográfiák is színesítik a produkciót. Szombathelyen tartották április 5 és 7-e között az evangélikus diákkórusok országos találkozóját. A rendezvénynek először adott otthont a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola. Az evangélikus diákkórusok országos találkozója áhítattal kezdődött, melyen a Reményik iskola énekkara szolgált. Másnap 11 kórus énekelt az evangélikus templomban. A szombathelyi Eisenpreis Oszkár a Soproni Líceum kórusának tagjaként vett részt a találkozón. Amikor 9-dikbe jöttem, akkor sajnos nem volt kórus, és nagyon buzdítottam Takás tanárnőt, hogy legyen kórus, és 10-től egészen idáig van kórus, és
Hát nagyon szeretek énekelni, voltam is korálversenyen, arra minősítést kaptam. Nekem nagyon fontos a zene, a családomban is szinte mindenki zenél, meg ugye az evangélikus egyházban is szorgos vagyok, és ugye Luther is mondta, hogy aki énekel, az kétszer imádkozik, és ez is nekem egy ilyen alapkő. Az éneklés által valahogy a szívünket is jobban ki tudjuk tárni esetleg, legalábbis nekem ez így könnyebb. Az éneknek, a zenének közösségformáló és megtartó ereje van, ezért is nagyon fontosak ezek a találkozók. Szükség van arra, hogy az evangélikus egyház iskoláinak a diákjai minél többször találkozzanak, és ezek a találkozások, közösségek, ismerettségek, ezek elmélyüljenek egymás között, mert hát egy nagy közösségnek vagyunk, az egyház közösségének a tagjai, és a zene az pedig tudjuk, hogy kétszeresen imádság, ahogy Szent Ágoston mondta, és az éneklés, és hogy itt a kis köszöntőmben is elmondtam, nagy szüksége van a mi egyházunknak, tehát minden keresztény közösségnek arra, hogy éneklő, itt valló keresztények legyenek, hisz sokszor bemegyünk templomokba, halljuk meg őszintén, azt látjuk, hogy alig énekelnek, vagy egyáltalán nem énekelnek, akik oda betérnek. Ez egy ragály, az elmúlt éveknek a ragálya, pedig Magyarországon hihetetlen hagyománya van a kórus éneklésnek, az együtt éneklésnek, és ezt óvodában, iskolában kell elkezdeni, és az egyháziskola pedig azért is kiemelkedő, mert az ottani kórusoknak lehetősége van arra akár, hogy rendszeresen, heti rendszerességgel állítatok van Isten tiszteleteken, tehát liturgikus közegben énekeljék a szent muzsikát. Kicsiktől. A gimnazista legnagyobbakig, egy ív volt reggeltől délutánig, az, hogy van utánpótlás, és van remény arra, hogy igenis a zenében az Isten dicsőíteni, az csodálatos dolog, és a gyerekek ezt itt szerintem megélhették délelőtt is, délután is. Csodálatos és felemelő hallani ennyi gyerektorkot egyszerre zengeni, korálokat, az összkar, ami díszítette a napunkat. Nagyon változatos és csodálatos darabok voltak. Egy ismétlés sem volt. Tehát pedig nem beszéltünk össze. Minden karnagy olyan műsort választott, hogy mindenki különbözőt. És nagyon változatos karakterek voltak. Én azt gondolom, hogy akik minősültek, tartották az időt, tartották azt, hogy különböző korszakból énekeltek, különböző karaktereket hoztak. Azt is, hogy magyarul és külföldi nyelven is énekeltek, mert hogy ez is szabály, és azt gondolom, hogy a zsűri csak csodálhatta őket, és én büszke vagyok arra, hogy az evangélikus iskoláinkban ilyen zenei élet van, mert erre büszke lehet az egyházunk szerintem. A kórus találkozó egyben az Éneklő Ifjúság országos minősítő hangversenye is volt, így az énekkaroknak lehetőségük volt minősítés megszerzésére is. Szakértő zsűri értékelte az erre vállalkozó 7 kórus szereplését. Ez nem verseny, hangsúlyozta a zsűri elnöke, már annak is nagy a jelentősége, hogy a gyerekek szeretik és élvezik a zenét is. Az éneklést. A mai világban, amikor főleg ez a korosztály olyan irgalmatlan nagy hatásoknak van kitéve, olyan kínálat, szellemi kínálat van szerte az országban vagy a világon, hogy mindenki, az önmagában, hogy ide eljöttek, az már egy akkora érték, arról nem beszélve, hogy amit csináltak, hogy ezt el nem lehet mondani. Ma, amikor lóg a fülükből a telefon, amikor nyomkodják ezeket a kis, hogy hívjákokat, amikor mindenféle szórakozó helyek csalják, az egész kicsiket is, szóval mindenről lehet hallani, akkor ezek a drága gyermekek, ezekkel az ártatlan, tiszta tekintetekkel eljönnek ide és énekelnek az Isten dicsőségére. Nagyon szeretek énekelni, általános iskolában is énekeltem kórusban, és ez itt egyértelmű volt, hogy jövök, tök jó a hangulat, nagyon jó a közösség, jókat éneklünk. Nem minden kórus kért minősítést. Van ebben egyfajta bölcsesség a karnagyok részéről, szóval olyanok nem kérték, akik úgy érezték, hogy még nem állnak azon a szinten, ez nagyon jó. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik van egy önértékelésük,
meg hogy az országos éneklésnek van egy színvonala, amit most már úgy látszik a karnagyok is kezdenek megtanulni, hogy most azt átléptem, vagy nem léptem át. Akik kérték, azok mind megkapták. Két kategóriában összesen 5 kórus vehetett át aranyminősítést, egy énekkar ezüst, egy pedig bronz minősítést szerzett, valamint több karnagy is elismerő oklevelet kapott. A nap zárásaként a résztvevők a Reményik iskola néptáncosaival közös táncházon, vagy a Tenszingesek karaoke estjén vehettek részt. János evangéliumának 3. fejezetében a 16. versben ezt olvassuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A böjti időszakban arra figyelhetünk, hogy miként szeretne az Isten újra szorosan magához vonni. Milyen lehetőségeket ad a számunkra, hogy az a kapcsolat, ami közte és köztünk van, igazán élő és mindennapjainkat átformáló valódi közösség legyen. Hogy a találkozásaink vele, igéjén és szentségeink keresztül olyan alkalmak legyenek, amelyeken keresztül Szent Lelke által naponként megújíthat és elindíthat a tanítványság útján. Sokszor érezzük és tapasztaljuk, hogy valami megerősítésre van szükségünk. Annyiszor érezzük, hogy ugyan a vele való közösség nem idegen a számunkra, mégis mintha eltávolodtunk volna tőle. Mert nem tudunk bűneinktől szabadulni egyedül, és bizony naponként megtapasztaljuk, hogy szabadításra van szükségünk. Személyes találkozásra van szükségünk, ami megelevenít, és ez az életünk minden területét áthatja. Vannak kis és nagy találkozások. A kicsik, a mindennapiak elől kitérhetünk ugyan, pedig ezek is fontosak, ezekben méretünk meg igazán. A nagyok elől azonban nem lehet kitérni. Erejük van, megragadnak és megváltoztatnak. Ilyen mindent megragadó találkozás, amire Isten hív minket, ami mindent megváltoztat, mert ereje van. Jézus Krisztusban így mutatta meg Isten szeretetét. Lehet, hogy távol vagyunk tőle, ő mégis hív és szeretetével megajándékoz minket. A kereszt Isten végtelen szeretetének a helye, amellyel áthidalta Isten a közte és köztünk tátongó szakadékot. A két durva gerenda, amely véres kivégző eszköz, ugyanakkor számunkra az Istennel való személyes kapcsolat, szeretet és kibékülés helye. A kereszt függőleges szára, mint egy felfelé mutató új, azt hirdeti nekünk, hogy Isten megbocsát az embernek. Így válik a kereszt a megbocsátás, kibékülés helyévé. A másik a vízszintes, mint két kitárt kar, amely átöleli az egész világot. Így ölel át minket Krisztus szorongató szeretetével, így teremt békességet önmagával és velünk, de így szerez békességet ember és ember között is. Akkor leszünk képesek a másikkal való békességre, akkor vagyunk képesek a bocsánat kérésre és a bocsánat adásra, ha függőleges irányba felfelé Istennel rendezett a kapcsolatunk. Akkor leszünk képesek az Istentől jövő végtelen szeretet továbbadására, ha átéljük ezt a kereszthalálig engedelmes szeretetet, amelyben Isten megalázta magát, és amelyben végtelen szeretetét megmutatta. Amen.